Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor Lázs, itt az új Samsung Galaxy Note 7-et látjátok a jobb oldalt, és az S7 Edge-et a bal oldalt. Mert van itt mind a két, nekem az asztalon persze össze akarom hasonlítani, mert nehéz összehasonlítani a kettőt, mert eléggé hasonló mind a kettő technika adatokban, processzorban, RAM-ban, belső tárhelyben már megint nem, de például olyanban is, hogy mind a kettő vízhatlan IP68 szerint, ami azt jelenti, hogy mind a kettőt 1,5 méter el tudjuk majd vinni úszni, édesebb vízben, vagyis nem sós vízben, lemosni otthon, zónya alatt használni, vagy hasonló. Ez persze egy tök jó kis funkció, ahhoz képest, hogy nem kell semmi micro USB-t felrakott jacket meg hasonlót majd kinyitni. Amivel most el akarom kezdeni az az, hogy mind a kettőn van egy új lenyomat olvasója, mind a kettőn benne van az ujjam is, de az új Note 7-nek az egyik plusz funkció az, hogy a szemünkkel is tudjuk majd unlockolni az új iris scanner funkcióval, amit most nem mutatok be, mert ez még egy pre-production készlék, de most persze az ujjammal bemutatom, hogy például szerintem a Note 7 gyorsabb is általában, most ebben a kis tesztben egyszerre próbáltam megnyomni a kikaps gombot, vagy a bekaps gombot itt elől, és szerintem most hasonló volt a sebesség, de majd még kétszer most megcsinálom, de közben még mesélek egy kicsit itt mind a kettő készlékről, mivel mindig egy kicsit várni kell, amikor kikapcsolom, hogy megint majd kérje az új lenyomatot. Kamerákban sajnos teljesen ugyanazt építette bele a Samsung, vagy lehet, hogy az is, hogy nem sajnos, mivel nagyon jó volt már az S7, Edge-nek a kamerája, meg az S7-nek is, és ugyanezt a kamerát elől is ment, hátul is, 5 megapixellel, 12 megapixellel hátul beépítette az új Note 7-ben is, és ezáltal én azt mondom, hogy projekciálja igazából, kopizta önmaga a Samsung Galaxy S7-et, S7 Edge-et a Note 7-be, rakod még bele egy stylust, amit mindjárt bemutatok, hogy az persze egy kicsivel jobb dolog, és még egy nagyobb képenyőt, 5,7 inch-el, 5,5 inch helyet, és még egy iris scannert is, ami talán néhány embernek érdekes, mivel az még sötétben is akár működik, amikor unlockolni, vagyis fel akarjuk oldani a készlinkeket. Most szerintem megint a jobb oldalt volt gyorsabban Note 7-nél, és még egy harmadjára mindjárt megcsinálom, és utána majd folytatom itt azzal, hogy mi az előnye a Note 7-nek, ami még egy előny legalább, és mi a hátránya, ami még legalább egy hátrány itt a Note 7-nek az S7 Edge-hez kívül. Egy előny, amit nem annyira pozitívnak számítanék, az az, hogy nagyobb a képernyője, mert persze a készlék önmaga is nagyobb, hogyha itt egymás mellé rakom a kettő készléket, látjuk talán egy kicsit, hogy majd magasabb itt, ezt majd közelebbről megmutatom. Előtte, ahogy látjuk, sajnos most éppen a bal oldalt nem látta az ujjamat, kicsit össze van karcolva, sajnos itt az új lenyomat olvasója a bal oldalt a készlékemnek, úgyhogy ennyi volt, szerintem mind a kettő elég gyors, ezt már nem érdemes tovább összehasonlítani, úgyhogy folytassuk a dizájnnal, ahol látjuk majd, hogyha nagyon közel megyek itt a tetejére, hogy mind a kettő gyönyörű fémházban van, elől-hátul üveggel, de Gorilla 5-ös üveg van most már a Note 7-ben, ami erősebb, ütésállóbb, és úgy van megdizájnolva, hogy mind a két oldalon ugyanolyan vastagság üveg van, és a közepén találkozik tökéletesen egy fémházban. Itt kicsit vékonyabb volt hátul az üveg, mint az elején, az S7 Edge-nél nekem. De különben látjátok, SIM-kártyolvasó, microSD-kártyolvasó, ugyanolyan az a helyen van, a mikrofon kicsit különbözik itt, ezen az oldalon a kis bekaps gomb is megint ugyanott van, hogyha megnézzük a magasságot, ahogy említettem, a Note 7 egyszerűen magasabb, és amúgy szélesebb is, de nem sokkal, egy-két milliméterre talán, és az alján látjuk majd itt kettő különbséget is, a felirató jack hangszóró, a mikrofon persze nem, az USB kicsit különbözően néz ki, mivel itt az új C-típusú USB-t találjuk, ami mikro USB adapterrel is majd lesz a dobozban, úgyhogy tudunk régi kábelt is használni a töltéshez, de különben még azt is látjuk, hogy van itt egy stylus is persze ebben a készlékben benne, amit majd bemutattam nektek a bemutató videóban, és remélem megnéztétek, hogy miket lehet vele csinálni, rövid. De különben a hátulján, ahogy említettem, tényleg mind a kettőnek ugyanaz a kamera, ugyanaz a kis lámpája, új lenyomat, vagy nem, szívfrekvencia, vagyis ritmus mérője van, és a Samsung logó meg minden más ugyanolyan a kettő készléknél. Na, de hogyha még egyszer belemegyünk mind a kettő készlékbe, akkor meg is tudjuk azt nézni, hogy tényleg milyen jó minőségű a kamera. Itt, hogyha megnézzük a hátsó kamerák, vagy a első kamerát, mind a kettőnél gyönyörűen néz ki, az 5 megapixel f1.7-tel. Egy kicsit más a dizájnja most a Samsungnak, úgyhogy itt például a bal oldalt, itt lent már meg tudom fordítani a kamerát, itt megint itt fent kéne megfordítanom, de hogyha megnézzük a hátsó kamerát, itt is megint szélső látókörben, meg minden más funkcióban eléggé jó mind a kettő jobb oldalt. Nem annyira szép most éppen a kép, de csak az MSN nem takarította meg a hátsó kamerát, és itt is persze megint van egy csomó funkció, amit így most már könnyebben tudunk majd elérni kis swipe gesztusokkal. És többet nem is akarok sokkal többet mesélni a kettő telefonról. Az egyetlen hátrány, most mondani akartam a Note 7-nél, az S7, meg S7 Edge-hez képest, az az aksi.
3500, 3600 kisebb képernyőre tovább fogja bírni szerintem az eleme, főleg azzal, hogy tényleg ugyanannyira, ugyanolyan processzor, minden ugyanolyan van benne, de persze a stylusnak kellett hely, úgyhogy nem lehetett egy óriási aksit belerakni a Note 7-be. Amiben sokkal jobb persze a Note 7, az nem csak az iriszkenne, meg az USB-C típusú dugó, hanem hogy 64 gigával rendelkezik már is, itt is tudunk bővíteni a belső tárhelyet, és persze itt egy kicsivel jobban, meg újonnan néz ki itt az új Marshmallow design, szerintem ez is majd megint persze hozzá kell szokni, de egyszerűen nem annyira játékosnak mondanám most már itt ezt a felületet. Hát ennyi is volt a rövid kezdő készléknek az összehasonlítása, közben észre kell a nevem Gábor Lázs, és hamarosan sok videót látom még persze mindegyik készlékről, főleg azt is, hogy vízben, és hogy lehet videót vele felvenni, meg hasonlókat itt a YouTube csatornámon, úgyhogy köszönöm, benézzetek, és sziasztok!